Zárt kapuk mögött folytatódott a felkészülési mérkőzések sorozata a Dunafair Duedu Trade FC futsalcsapata számára. A bajnokság élvonalába tartozó haladás ellen vívott találkozó elején a mieink elképzelése szerint alakult a játék, amit Csányi Dávid 10. percben szerzett találata is jól jelzett. A folytatásban feljebb tolta védelmét a szombathelyi alakulat, melynek köszönhetően egyenlíteni tudtak. A második etapban is jó íramot diktáltak a játékosok. A 48. percben Szegi fordult le védőjéről, majd lőtt óriási gólt a bal felsőbe. Ám ennek sem örülhettünk sokáig, mert egy saját kapu előtt eladott labdából pillanatok alatt egyenlíteni tudott a haladás. A felmaradó időben főleg a pálya közepén gyűrték egymást a csapatok, így a mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget. Biztos van a játékos, akinél esetleg a fáradtság okoz egy-egy hibát, van olyan, akinél esetleg az, hogy van egy-két dolog, amit én másképp szeretnék kérni vagy látni, de összességében még egyszer mondom, jelen pillanatban ezek még elfogadhatóak, még van azért 2,5 hetünk, bízom benne, hogy ezt jól ki tudjuk használni, és ezeket a hibákat minimálisra csökkentjük majd. Egy új játékost is köszönhettünk az együttesben. Először lépett pályára Dunaújvárosban a spanyol Antonio Montero. A 24 éves játékos tavaly a spanyol másodosztályú Atletico Mengibar együttesében szerepelt. Így lehetett látni, hogy szinte ugye tegnap éjjel érkezett, tehát leszállt a repülőgépről, és az egész napot végrohangálta itt a papírintézésekkel, és ennek ellenére igazából sok mindent nem kellett neki mondani, és úgy nem tűnt, tehát nem mondta volna meg senki, hogy először van közöttünk. Úgyhogy bízom benne, hogy erőssége lesz a csapatnak, és bízom abban is, hogy nagyon gyorsan fog menni neki a beilleszkedés. A Dunafair Duedu Trade FC futsal csapatára tréningekkel és edzőmeccsekkel tarkított 2 hét vár.